Gazdanapot tartottak Csengelén. A rendezvény szervezőit kérdeztük a részletekről. Augusztus végén rendezték meg Csengelén a 2021. évi Csengelei Gazdanapot. A rendezvényre elsősorban a környékbéli mezőgazdasággal foglalkozó résztvevőket várták, akik számos színvonalas ügyességi játék, valamint gyermekprogram mellett megtekinthették a nap fénypontjaként a traktoros ügyességi versenyt is. A rendezvény egyik szervezőjét, Csáki Istvánt kérdeztük magáról a rendezvényről. A rendezvény az teljes mértékben traktorosoknak szervezett találkozó, amit traktorosok szerveztek. Nincs különleges elvárásunk. A lényeg az, hogy minden traktoros próbálja a lehetőségőhöz képest a saját gépével elérni a maximumot, és azon fölül érezze magát jól. Ez a nap lényege. Mehetsz egyébként bármikor, mert a automata igényéről van, tehát nagy a szalon. Én a gondviságoltósról természetesen ebben a kisztet másodperc. Ez megvan, jön a vizes árok. Megy a garázs, orral beállunk a garázsba, szalmavála érintésig. Nagyon jó, lukjázva vissza a másik garázsba, szintén szalmavála érintésig. És onnan pedig a legrosszabb úton, a célkapu felé. Megvan a bála, és akkor gyorsan előre, és a legjobb a kúton. Elsőre azért feladta a leckét a többi versenyzőnknek. Ezután Szekeres Róbert szervező ismertette a programokat. Reggel gyülekezővel kezdtünk, 9 órakor felvonulás volt, traktoros. A délelőtt folyamán ügyességi versenyek voltak nem traktorosoknak, délután pedig a traktoros ügyességi versenyek vannak, erőhúzás, egy stb. Délelőtt azért gondoltunk erre, hogy ne csak traktorosok, aki nem traktorral érkezett, az is tudjon valami versenyben részt venni, úgyhogy azért csináltuk. Igazából azért lett Gazdanap a neve, nem csak traktoros találkozó. Hopp, itt egy kis idő elmennire sikerült a vállát eltalálnia. Hoppá, viszont ez a traktor nagyon gyors lukvercbe is. Hát a pálya nem nagyul, az biztos. Nagyon szép. Előre. Hát, kíváncsi lakott. Végül Szél Renátó, a rendezvény harmadik szervezője mutatta be a versenyben résztvevő gépeket. Igazából a mai napra a legkisebbektől a legnagyobbik mindenféle traktort nagy szeretettel várunk. Szerintem megtalálható itt az MTZ-nek összes permutációja, a három kombájunk is érkezett, azok versenyeztek is, ami szerintem a környező versenyekön még nem találkoztunk ilyenekkel, úgyhogy én szerintem aki tudott fölkészült, egy némelyik traktor önsúlyának duplajára fel van súlyozva, és majd itt a verseny végén külön kategóriát rendezünk nekik, ahol megmutathatják, hogy ki mit bírt kihozni a széria traktorjából.
a minden is. Hát ő is előszörve lett ilyen sokat. Hoppá, egy kicsit majdnem nagyimból a sikerült a tegnálta, ezért beúr. Hát a műves árulban nem ül vizelem ezzel a nyitott traktorral. Azt a minden utat emberi, hát a műves árkor, csak üvetült a haja. Új gyerekek, hát a műves nagyon beindult, hogy tudok állni. Hát azt hiszem, hogy a férfi mezőnél jobb időt fog futni. És akkor az ugyanát várjuk még a rajzhoz, a női mezőnyből, Katát ugyanát. Az elsőnek készül a hatalmas időknek szerintem. Az is megvan. Hadd szóljon nekünk, urálja kiárat. Hát azt hiszem, hogy neki kapcsolatok a rajzhoz is, meg hatalmas időt van. Hát gratulálunk, Pörsi, fantasztikus volt! Megújult a temető kerítése Kisteleken. Az átadón stábunk is részt vett. Megújult a temető kerítése Kisteleken. A kócsókápolna stílusához illeszkedően a téglapillérek között kovácsolt vas elemekkel és új, boltozatos kapuval szépült a temető környezete. Az átadón a Kisteleki Városvédő és Szépítő Egyesület titkára, Vas Rózsa, a projekt vezetője köszöntötte a résztvevőket, majd felkérte Nagy Sándort, a település vezetőjét, hogy beszéljen a projektről. Ti, akik itt vagytok, ti is régi kistelekiek vagytok. És ha most egy nagyon pici vonalat húzunk, akkor amikor én ide kerültem Kistelekre, az egyik fogadalmam az volt, hogy valamit kezdünk ezzel a temetővel, ami méltó hozzá. Én emlékszem, 97-ben voltam még utoljára itt temetésen, mikor a félig bedőlt tetőjű kócsókápolna mögött, itt egy nagyon komoly gaztenger és tele suhánggal való történet között, ott egy önkormányzati, vályokházas, egy cigánycsalád, jó értelembe vett cigánycsalád által lakott benne bérlakásként, és egy csapáson mentünk, és egyébként a feleségem egy viszonylag magas sarkú cipőbe jött a temetésre, rendesen fölöltözve, és kicsit lábujjhegyen járt, mert a homokba egyébként elsüllyedt a cipő sarka. És amikor most viszont itt lehetünk, akkor tulajdonképpen egy állomás sorozat, nem mondom, hogy véget ért, mert soha nem ért véget, de mégis szerintem most megint húzhatunk egy vonalat. Szembe elkészült egy olyan történet, ami megakadályozza azt, hogy bárki is lesz itt a vezető, és bármilyen döntéshozó testület is lesz, szerintem arra egy jó darabig most már nem lehet lakóépületet építeni, nem lehet ott egyébként csarnokot építeni, szerintem nem lehet olyan dolgot csinálni, ami egy temető, ami temető volt, és ott hozzátartozóink, maradványai még ott pihennek a földbe, hogy arra méltatlanul bármit is rátegyünk. Szerintem azt nagyjából idézelben sikerült rendbe raknunk, nemrég volt a műszaki átadása, és szerintem így megnyugszik az én lelkem is, meg remélem mindenki. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy én építész vagyok. Én ha bemegyek egy településre, akkor tudom, hogy most morbidnak tűnik a dolog, de nagyon sok esetben nem a városházát nézem meg, hanem sok esetben megnézek egy temetőt, hogy ez egyébként hogy néz ki. Méltó-e az ott lévő emberekhez ez? Nem kell, hogy büszkék legyünk erre, csak egyszerűen, rendeltetésszerűen a temető egy olyan hely, ahol az őseink vannak, és oda méltatlan dolgot nem lehet. És nem is szabad egyébként oda tenni. Sokan bántottak azért, hogy miért ilyen kerítést építettünk. Ha ez a kovácsolt vas elemek, amik ott vannak az öregnek látszó téglapillérek között, ha visszanézzünk a történelembe, Gyimesi Zoli tekintetét keresem, akkor ugye ez volt a templomunk kerítésének a kovácsolt vas elemei. Egy régi örökségünk, amit hál' Istennek ez még megmaradt. És amikor
a fehérre, meg jóisten tudja hány színre lekent régi örökséget, azt láttuk, hogy ezt meg tudjuk menteni, hiszen ma van olyan technológia, technika, amivel egyébként meg lehet menteni ezt a régi, több mint 100 éves kerítéselemeket, kovácsoltvas kerítéselemeket, akkor a régi az régit kíván maga mellé. Ezért van bontott tégla, ami jellemző erre a vidékre, és ezért lett kovácsolt vas, a régi elemek megtartása, részbeni felújítása, részbeni kipótlása. Ezután Nagy Sándor, a település polgármestere megköszönte a projektben résztvevőknek a munkáját és segítségét, majd Papné Guba Éva, a Kisteleki Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke mondott beszédet. Ez egy nagyon szimbolikus hely a Kisteleki Városvédő Egyesület tagjai számára, hiszen 1999-ben, amikor az egyesületünk alakult, akkor bizony az első olyan közös projekt, amelyet elvégeztünk, az az itteni gaztengernek a felszámolása volt, és valóban egy olyan közösségformáló és azt gondolom jó dolog, jó élménnyel ben részesítő munkát tudtunk itt elvégezni, amit úgy éreztünk, hogy fontos. Milyen létjogosultsága van egyáltalán egy civil szervezetnek egy település életében? Én azt gondolom, hogy a civil szervezetek az alap feladataiknak megfelelően próbálnak segíteni, tevékenykedni egy-egy település társadalmának, közösségének az életében, és próbálják azokat az alapcélokat, amelyeket célul tűztek ki, mint például a Kisteleki Városvédő Egyesület a hagyományok ápolását, a utánunk következő nemzedékek érzékenyítését és bevonását ezekbe a közösségi feladatokba, ezt a szívén viselni. Nagyon nagy örömünkre szolgált az a felkérés és az a lehetőség, hogy az önkormányzat segítségére lehetünk ennek a pályázatnak a lebonyolításában, hiszen valóban a pályázóként a Városvédő Egyesület szerepel. Természetesen ennek a koordinációs feladatát Vas Rozália látta el, aki mind az önkormányzatnak, mind pedig a Városvédő Egyesületnek egy azt gondolom, hogy rendkívül nélkülözhetetlen tagja, és hát nagyon-nagyon sok munka az az ő közeműködésével készült el. Másrészt megint csak szimbolikus jelentőségű, és valóban azt gondolom, hogy egy nagyon szép környezetben állhatunk most itt, és tényleg szép ez a kerítés, hiszen nem csak hozzátartozóink vannak már itt a temetőben, hanem olyan városvédő tagjaink is, akik tevékenyen részt vettek az alapításban és az ottani munkákban, és most már itt pihennek. Én azt gondolom, hogy büszkén mehetünk el majd a sírjaikhoz, és emelt fővel járhatunk itt a kerítésen kívül és belül egyaránt, addig, amíg még tehetjük. Én örülök, hogy eljöttetek, és hát azt gondolom, hogy további ilyen sikeres együttműködést kívánok mindannyiunknak. A temető megújult kerítése stílusában a Kócsó kápolnához illeszkedik. A kápolna történetéről, Kócsó Józsefről és feleségéről, Gémes Teréziáról, a kápolna építőiről emlékezett meg Vas Rózsa, projektvezető. Magát a Kócsó kápolnát 1899-ben Kócsó József és felesége Gémes Terézia hozta létre, tehát ők úgy döntöttek, hogy a városban építenek egy kápolnát. Ez egy nagyon jó összefogást indított el, hiszen akkor az önkormányzat biztosította számukra területet, tehát ugye itt már bekapcsolódott egy újabb szereplő, és a lakosság, miután a káváriára már ugye nem volt ebben erről szó, ezért a lakosság viszont adományokat gyűjtött össze, és magát a kávária részt a lakosság hozta létre. Tehát kialakult a városban, vagy akkor ugye ez község volt, vagy lehet, hogy még falu volt akkor, kialakult egy összefogás. És a Gémes házaspár az nem csak arra gondolt, hogy megépítsék ezt az épületet, ugye volt egy kinyilatkozásuk, amit szemüveggel elolvasok, mert szerintem nagyon szépen meg van fogalmazva. Ugye alul írott: kisteleki római katolikus vallású lakosok, Kócsó József és neje, Gémes Teréz, kötelezzük magunkat, hogy a kisteleki temetőben általunk felépített kávária kápolnát a község hívei által emelt 14 Szentkeresztúti állomással, stációval együtt, szóval az egész kávária területét, míg élünk, jó karban fogjuk tartani, hiányait, szükségeit és sorbulásait a mindenkori kisteleki plébános úr útmutatásai és intézkedései szerint saját költségünkön megcsináltatjuk, s a mai nap Városi Gyula kisteleki plébános úr kezeibe leteszünk,
200, azaz 200 O és M értékű forintokat, a végből, hogy a helybeli plébániai hivatal által kezeltetve takaréktárba téve és tőkésítve holtunk után a kálvária jókarban tartására fordítassék, de csak annak kamatja, míg a tőkéhez csak püspöki engedéllyel szabad nyúlni. Mint buzgó katolikus hívek, kérjük a mindenkori kistereki plébános urakat, hogy a kálváriát vegyék gondjaikba, s ott érettük az ez év folyamán teendő két alapítvány szerint éven át két alapítványi szentmisét szolgáljanak. Isten és annak minden szentjei úgy segéljenek, ahogy ígéretünket teljesítjük. Kistelek 1899. június havának 14-én, előttünk Ócsó József és neje, Gémes Teréz, Városi Gyula plébános, Tolnafi Béla tanú, Holcsik Antal templomatja. A Kócsó kápolna előtti stációkról, azok ismételt felújításáról Szombathelyi Árpád beszélt. Úgy áll a helyzet egy kicsit paradox módon, hogy most átadunk egy új kerítést, meg van egy új kegyeleti parki múzeum, és akkor itt állunk szembe egy leromlott stációképeket tartalmazó oszlopsorral, amit már egy körülbelül fél éve tervezgetve Imre atyával még döntés előtt vagyunk, igaz, de elhatároztuk, hogy egy újabb felújításnak vetjük alá. Ez, tessék? Patinás. Patinás. Hát igen, én a leromlottat használtam. Egyszerűen nem lehet tovább tartani ezeket a képeket szabadban, állandóan ki kell nyitni, be kell csukni, ugye ezek szervezést igényelnek, nehéz dolog. Épp itt mondtam valakinek, hogy ez az akril aláfestéses, olajfelőfestéses technika maratott alumínium lemezre készült, ez hajókat festenek vele, szóval tengeren se bírja jobban, aki úgy látja, hogy ott hogy újítják föl a képeket, és nem bírja a hátsó gázokat, gőzöket, amik hátulról támadják, és nem bírja az előről jövő fényeket sem. Ugyanúgy árt neki az ultraibolya, mint az infravörös, és lepörög a festék. Az eredeti stációk is át voltak festve többször, amikor egyet így megdúrtam spaknival, hát szerencsétlen módon az vaslemezre volt készítve, és hát széthullott gyakorlatilag, akkor szerintem 3-4 alkalom lehetett az újrafestésre. Hogyha azt mondom, hogy a régi stációképek népiesek voltak, akkor nem járok messzi tőle, de biztos, hogy nem egykezűek. Most megbeszéltük Imre atyával, hogy ő rám hagyja a festést teljes egészében. A Czakó János féle egy kicsit klasszicista vonulatot én tudom csinálni, mert Jancsit nagyon régóta ismerem, együtt dolgoztunk, és a festő stílusát is úgy megtanultam. Én egy kicsit reneszánszabban festettem a képeket, de nem akarom egy kalap alá venni azt a 14 stációt, ami itt van, tehát úgy fogom megfesteni, hogy ahogyan azt eredetileg 21 éve láttuk. És lehet majd keresni valakit, aki újabb 21 év után majd ismételve mindkettőnknek a technikáját újra festi, de sajnos ennek ez lesz a sorsa, hogy legalább 20 évenként fel kell újítani. A famunkát Martus Béla csinálta, a Kothenc Jani csinálta a szükséges kőműves munkát, és a Majoros Laci barátom csinálta a fémmunkákat. És Laci elég csökönyös ember volt, beleszólni se hagyott senkit, viszont a megoldás az nagyon szépen megszületette. Azért hozzátenném, hogy Laci nem csak ezt csinálta, hanem a múzeumnak a vaskapuját is, ha jól tudom. Tehát igazolta azért a hozzáértését elég erősen. Az átadó végén Vas Rózsa, visszaemlékezve a stációk felújítására, méltatta a civil összefogások, illetve a múltunk megbecsülésének fontosságát. Visszatérve a 2000-es felújításra, hogy akkor ugye a stációkat ugye az említett személyek segítettek felújítani, illetve az anyagi forrásokat akkor különféle családok biztosították még magához a stációk megújításához, és tulajdonképpen egy kicsit itt visszaköszönt az a kezdeti, az induláskori összefogás egy kicsit visszaköszönt így 2000-ben is, és ugye ez a temetőkerítés megvalósítása, ez pedig tényleg szintén azért nagyon jó, mint ahogy polgármester úr is mondta az Olival párhuzamosan, hogy ez valamikor a vagy a templom melletti kerítés volt, utána ugye ide volt elhelyezve, de fehérre festve, ilyen-olyan színre, és most szerintem visszakapta azt a méltóságát, amivel annak idején ezt létrehozták. Úgyhogy
szerintem nagyon fontos a múltunkat megbecsülni, tehát a múlt nélkül, gyökér nélkül nincsen jövő, és szerintem ezért fontos, hogy ragaszkodjunk azokhoz a dolgokhoz, amik valamikor minket, tehát ezt a települést, vagy az itt élő embereket jelentették, és azokat jelképezték.